Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizois, május 26-án. A mai napon van nagyon jó kisugárzásunk, és ezt mások észre is veszik. Azon kívül valami tisztázódik a környezetünkben. Ez lehet a kapcsolat a szomszédokkal, beszélgetések, valaminek a megmagyarázása, valami rendeződik a közelünkben. A napokban lesznek változások. És mi bizonytalanok vagyunk. Igen, érezzük ezt a bizonytalanságot olyan területeken, ahol az igazság áll a középpontban. Amikor feltesszük a kérdést, hogy megy tovább, vagy foglalkoztat bennünket, hogy ez igazságos volt-e, vagy igazságtalan. Nem lehet tudni, hogy mi fog következni a következő napokban és hetekben. Ez lehet egy jogi ügy is, és előfordulhat az is, hogy mások beavatkoznak ebbe az ügybe, összekavarják az eseményeket, és nem lehet tudni, hogy mi várható. De visszatérve a mai napra, ma megvan az erőnk ahhoz, hogy valamit megindítsunk, vagy védjük magunkat. Ezt intézzük a mai napon, mert a következő napokban fáradtak leszünk. A következő hetekben vissza fog térni valaki a múltból, és az kihat a szerelmi életre. Még vannak problémák, amiket el kell rendezni, de megoldódnak az események. És ez volt a Mizois felvételem május 26-ára. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!